Megérkezett Géczi Gábor, pszichológus. Sziasztok, köszöntöm én is a rádió hallgatóin. A mai témakörbe olyan mondatok szerepelnek, hogy téli depi, járvány, karácsonyi láz. A kedves hallgatók olyan dolgokat hallanak, amivel találkozhatunk ebben a hónapban. Honnan induljunk? Talán indulhatunk onnan, hogy tényleg ez az ősz és a téllel kapcsolatban van egy ilyen általános, szerintem magyar beállítódás egy kicsit, vagy a orvosi pszichológiának is van egy olyan szegmens, ami azt mondja, és az arra készít fel néha, idézőjelesen használom ezt a felkészítés szót. Számoljunk azzal, hogy a őszi-téli időszak az hatványozottabban megjelenítődhet az embereknél, ez a depresszió, depresszív hajlam, depresszív beállítódás. És én erre azt mondom, hogy ne így készüljünk fel, és nekem is segítőként, pszichológusként nem az a dolgom, hogy egy veszélyforrásra hívjam fel a figyelmet, hogy valami idézőes fenyegetéssel legyek, hanem inkább azt szoktam erre mondani, hogy nézzük meg mintaként azt, ami a természettel történik ebben az időszakban, hogy igen, kevesebb a napsütés, sokszor nagyon ködös, párás, ilyen nyálkás idő, hogy szoktuk mondani, most éppen egyébként egy szép napsütéses időnk van, de az elmúlt napokban nagyon sokáig nem láttuk a napot. És valóban, ahogy engem, téged, mindannyiunkat ez egy kicsit így lehúzhat. De, hogyha azt tekintem ebben az időszakban, hogy az a fajta kifele tekintési vágyam van, mint mondjuk egy nyári időszakban, hogy kint lenni egész nap, fény, jó idő, napsütés, akkor valóban lehet egy hiányérzetem, lehet egy csalódásom, és lehet egy lehangoltságom. De a depresszió, én úgy gondolom, hogy nem úgy kell kezelnünk, mint egy ezzel az időszakkal együtt járó, megjelenő betegség, hanem nézzük meg még egyszer azt, hogy a természet mit csinál. Elhúzódik, kevesebbet kifele tekint, növények, állatok is egy picit úgymond zárványolnak, vagy ahogy szoktuk mondani, téli álomban hibernálódnak. Nekünk is emberként, ha ezt a mintát követjük, érdemes egy picit lelassulnunk, befele tekintenünk, és nem azt várnunk, és hiányként megérnünk, hogy miért nem tudok most annyi jó időt, szép napsütést, annyi kifele tevékenységet végezni. Ez most a lelassulás, befele fordulásnak az időszaka, de nem az a fajta úgymond fenyegetettségi helyzet, hogy itt nekem ebből a törvényszerűen depresszív beállítódásúvá, hangulatúvá kell válnom. Én ezzel nem értek egyet, én ezt képviselem, hogy hangolódjunk rá, mint egy folyamatra, hogy itt most egy lelassuló befele tekintésnek van az időszaka. Ez a téli depresszió, az egy modernkori történet? Hogy látod? Mondok egy gondolatot, én eszembe jutott nagypapám, ilyen nyüzsgő ember volt, és amikor erről beszélgettem nagypapámmal, akkor azt mondta, hogy de hát Ferikém, hát ilyenkor télen legalább van időm kártyázni a barátaimmal, mert bejöttek az ismerősök, barátok, és akkor nagy kártyacsaták voltak este 6-tól 8-ig, vagy valahogy így. Folyamatosan el tudta magát foglalni, régen egy ember. Pontosan én is erre gondoltam, amikor akkor azt mondtam neked, hogy lelassulás, befele tekintés. Megpróbálok ebben az időszakban egy picit, hogy úgy mondjam, mivel évvége is van, számot vetni azzal, ami történt velem. Leülni, nem feltétlenül rögtön ezek a mai divatos dolgok, a relaxáció, meditáció, ilyen nagyon elrugaszkodott dolgok, amitől az emberek az elején azért tartanak, míg nem találkoznak vele, mert úgy gondolják, hogy ez a fajta relaxált, meditált állapot, ez kell egyfajta képesség, egy nagyon komoly tréning, egy nagyon komoly ráhangolódás. Én erre a dologra azt szoktam mondani, hogy nem, csendesülj el egy picit. Legyél egy kicsit ebben az időszakban magaddal is, meg nyilván amennyire lehet szeretteiddel, barátaiddal. Oké, itt megint jön egy zárójel, hogy a vírusjárvány, mennyire tudunk találkozni ezekkel a barátokkal, szeretteinkkel, esetleg a családon kívüli szélesebb családi közössége. Ez megint bekorlátol. De ugye ott van az előnye a modern világunknak, hogyha ez nem is egy helyen, egy helyszínen való leülés jelenthet egy netes felületen való beszélgetést, egy telefonbeszélgetést, bármit, amiben ugye megvan ez a biztos távolság is, hogy védjük, óvjuk egymást, de megvan a kapcsolódás. Tehát az, hogy most nem kifele megyek, nem feltétlenül kirándulásokat, kinti programokat szervezhetek, mert ebben a szép, tiszta, hideg időben is lehet jókat kirándulni, ha nem is egész nap, de egy jó pár órát, de alapvetően igen, gyújtok egy gyertyát, leülök, magamban is elcsendesedek, kapcsolódok, magamba szállok, és még mélyebben tudok beszélgetni azzal is, aki a párom, a családom, a gyerekeim, akik közvetlen környezetemben vannak, vagy esetleg ha a tágabb környezettel találkozok, akkor velük pedig egyéb csatornákon
kapcsolódok. Tehát ne kifele rohanjak, ahogy szoktuk ezt mondani egy ilyen tavaszi nyári időszakban, a vágyaink nem ebbe az irányba jók, ha megvannak, hanem egy kicsit lelassulok, befelé tekintek. Most eszembe jutott egy ilyen kontraszt, hogy éppen tegnap volt egy ilyen időszakom, hogy mindent elvégeztem, és akkor este ad körül nincsen televízióm, de netten valamit néztem. A reklámok még nem tudtak átállni Covid időszakra, tehát ott mindenki pörög, és még mindent kell csinálni, és az valami hihetetlen nagy kontraszt. Tehát, hogyha valaki tévét néz, látja a reklámokat, akkor megőrül. Tehát ott a reklámok még erről nem vettek tudomást, hogy Covid van. Igen, illetve egy-egy reklámot, pont hogy mondod, most nekem is eszembe jutott, én már láttam olyat, most nem akarom konkrétan a márkát mondani, de azt hiszem valamelyik alkoholos készítményről szólt, hogy meccset néznek különböző lakásokban, nagyon különböző helyszíneken, ilyen-olyan nemzetiségű fiatalok, középkorok, akár idősebbek egy gólnál felugranak, és azzal a bizonyos alkohol a kezükben ünneplik a gólt. De a minden helyszínen egy vagy maximum két ember van. Most már erre figyelnek. Tehát van most már egy ilyen tendencia, igen, hogy figyeljünk arra, hogy együtt vagyunk, de mégse fizikai értelemben egy helyen, egy helyszínen. De a többségében igen, én is azt látom, hogy mondasz, hogy még azért ott van a... Még nem tudták lecserélni. Hát igen, nem tudták, nem akarják, ki tudja, reménykednek abban, hogy újra beindulhat ez a együtt vagyunk, kisebb-nagyobb közösségekben együtt lehet ünnepelnünk, jönnünk, mennünk, tehát ez valóban ott van, és azt gondolom, ez is fontos, hogy miket közvetítenek a reklámok. Itt van egy olyan tendencia, hogyha megengeded az átkapcsolást, hogy ugye az embernek van egy ilyen fogyasztói beállítódás, egy fogyasztói társadalomba élünk már azért jó ideje, és az embereket ugye arra akarja rávenni reklámpszichológia, média, hogy fogyasszál. Ott legyél mindig új termékeket, vásároljál, vegyél meg magadnak. Ezzel annyi kis úgymond veszély van, én azt szoktam mondani, hogy ez a fajta szemlélet azért lehet látni az elmúlt évtizedekben, nagyon, nagyon erősen kezd hatni ez a fogyasztói szemlélet a fogyasztói beállítódásra és egyfajta fogyasztói viselkedésre a emberi kapcsolati szinten is. Tehát átjárja, átitatja ez a történet. Magyarul az, hogy például a alap reklámpszichológiai beállítódás, hogyha valami rossz, vagy meguntad, vagy már nem a legmodern, nem a legújabb, cseréld le, vásd le, mert te többet érdemelsz, vagy te a legjobbat érdemled. Ez egy picit a kapcsolati rendszerünkre is azért, ha megfigyeled, hat erősen, és nem csak a 10 éves, 20 éves korosztályra gondolok, 30-40-50 már gyakorlatilag kis túlzása az egész mindenféle korosztályt érinti. Tehát a kapcsolatainkban az elején megjelenő problémák, nehézségek, ám azt jelenti, hogy rögtön le kell cserélnem. De ezt a mintát kapjuk. És oké, hogy ez csak egy reklám, de ugye észrevétlenül, mondom még egyszer, a reklámpszichológiában profi szakemberek dolgoznak ezen, észrevétlenül áthatja azt a gondolat, az a gondolat minket, hogy nem működik egy kapcsolat, akkor nem dolgozok rajta, hanem cserélek, váltok, újat szerzek, mert az már nem elégíti ki a vágyaimat, és ezért kell váltanom. Géci Gábor pszichológus a vendégem, és nagyon őszintén nagyon kíváncsi leszek erre az időszakra, hiszen az első olyan időszak, amikor másképpen fogunk ünnepelni, mert ünnepelni azért csak fogunk meg együtt lenni karácsonykor. Az előző blogban felvetettük a kereskedelmi nyomulást, most nézzük ennek a rossz oldalát, tehát ugye a reklámokat, akik folyamatosan buzítanak bennünket, hogy vásároljunk, cseréljünk le mindent, amit csak lehet, és hát nyilván nekik az a dolguk, hiszen piacból élnek, de még egy gondot elég, azért a reklámkészítőknek is most talán meg lesz a felelőssége, mert akár rosszul is elsülhet egy-egy reklám, hogyha túl harsány, hogyha nem veszi figyelembe azokat a dolgokat, amikkel az emberek, szinte minden család megbirkózik. Igen, tehát, hogy visszakapcsolva az előző beszélgetési irányunkra, hogy a reklámok egy része már kezdi azt észlelni, hogy bele kell venni ezt a járványvírus történetet, ezt a szeparált dolgot, és hogy mekkora érték megint csak, amit már beszéltünk egy korábbi találkozásunkkor a vírus kapcsán, hogy mekkora érték az emberi találkozás. Még akkor is, ha nem feltétlenül mindig ezt a fizikai jelenlétet hangsúlyozom ki, hanem mondjuk azt, hogy online vagy telefonos szolgáltatókon keresztül, és nyilván ezek a szolgáltatók hirdetik ezt, hogy ha most távol vagy, mégis közel vagy, igen, alapon tudsz kapcsolódni. De valóban, ahogy te is mondod, hatalmas felelőssége van a reklámoknak abból a szempontból, hogy ugye folyamatosan ezt ahogy az előbb is mondtam, ezt a vásárlási, fogyasztási lázat, vágyat pumpálja belénk minden reklám, hogy te ezt megérdemled, neked ez jár, neked ez a minőség jár. És ugye egy ilyen individuális
pszichológián jelenik meg, hogy te ettől ráadásul egyedi is leszel. Miközben alapvetően azt látjuk a világunkban, a kereskedelmi dolgokban, mindenben, hogy van egy ilyen uniformizálódás. Tehát, hogy oké, hogy neked meg lesz ez a legújabb telefon, meg lesz ez a nagyon magas szolgáltatási szint bármilyen elektronikai cikknél, de ugyanezt megveti, és ez a cél, hogy megvegye minél több hasonló fogyasztó. És mondom még egyszer, ez a fogyasztásra ösztönzés, ezzel nincs baj, ha az ember ezt jól tudja szűrni, kezelni. Csak most már olyan szinten ömlesztenek minket, tényleg, ha csak a sima TV csatornákat kapcsolgatod, és gyakorlatilag élvezhetetlenné teszik a műsorokat, hogy hirtelen berobbannak ezek a reklámok. Ráadásul, hogy a reklámpszichológiának az az alapja, hogy valamilyen érzelmi impulzust kapcsolj az adott termékhez. És az nem baj, nekem ez a hogy úgy mondjam, személyes tapasztalatom, a legrosszabb élményem, az nem baj, ha kifejezetten felidegesít a reklám. Nem akarok most szolgáltatókat vagy ilyen konkrét márkákat mondani, de hogy azt jegyzed meg, hogy te borzasztóan idegesítő ez a reklám. De mi történik? Érzelmi kapcsolódást, érzelmi impulzust kötsz az adott márkához, logóhoz, névhez, és ha bemész egy áruházba vásárláskor, akkor beugorhat. És ott már nem az fog elsőrenden beugorni, mert hogy a reklámját utáltad, hanem hogy ismered azt a logót, azt a figurát, azt a feliratot, márkát, amit reklámoz. Mm. És rögtön egy úgynevezett tudatküszöb alatt elkezdesz hatni, hogy akkor vedd meg. És még egyszer, amit az előbb kezdtem mondani, hogy ennek van egy sajnos nagyon erős vetülete az emberi kapcsolati rendszerben is. Egy darabig dolgozok rajta, egy darabig jó értelemben azt szoktuk mondani, hogy kielégítjük egymás érzés, élményeit, vágyait, és jól működünk. Mondhatjuk így hétköznapi értelemben, ebben a nagyon rózsaszín ködös szerelmes időszakban jól működik mondjuk egy férfinői kapcsolat az elején, de utána, amikor már kezd egy picit megkopottá, megszokottá válni, előjönnek az emberi arcok mind a két oldalról, akkor már, és előjönnek a valódi problémái az egyik, másik félnek, illetve magának a kapcsolatnak a munkásabb, melósabb része következik el, akkor nem biztos, hogy lépünk tovább, hanem azt mondjuk, fogyasztói beállítódásunk egy kicsit erre van rá tréningezve, hogy akkor ez most már nem működik. Ez mégis valami mellékvágány volt, rossz irány, váltanom kell, és egy másikra kell váltanom, mert még egyszer mondom, másabbat, újabbat, jobbat érdemlek ennél, és akkor ott hagyom. Nyilván ez most nem általánosan mindenkire jellemző, de nagyon erősen úgymond küzdenünk kell az ellen, hogy ne kövessük ezt a mostani tendenciát, ami a kapcsolati rendszerünkben is ott van, megjelenik. Innen pedig folytatjuk, Gábor. Rendben. Géci Gábor, pszichológus a vendégem. Ilyenkor régebben mindenki arról beszélt, hogy jön a karácsony vásárlás, tele vannak a boltok, sorba kell állni, nincs szabadidő. Hát most szabadidőből szinte mindenkinek néhány olyan foglalkozást eltekintve, ahol tényleg több folyamatosan dolgoznak, akár az egészségügyet, hogyha megemlíteném. De alapjában nagyon sok embernek sajnos már, hogy kevesebb lett a munkája, tehát több lett a szabadideje. Én például nem tudom, hogy a bevásárlások azok hogy lesznek, vagy az ajándékozások. Nyilván lehet interneten is rendelni, meg számtalan lehetőség van, akár kézzel készített ajándékok is nálam például opció lehet. Ez most itt áll előttünk. Hogyan fogunk vásárolni? Tudom, egyikünk se jós, de talán, hogy egy kicsivel több szabadidő van, akkor jobban átgondoljuk, hogy most akkor mi a fontosabb, hogy veszek egy bármit, vagy próbáljuk tényleg ezt az időszakot nagyon jól eltölteni emlékezetesen. Lehet, hogy két részre is lehet venni ezt a dolgot, hogy alapvetően az eddigi tapasztalataink az, hogy ilyenkor ugye megrohamozzuk az üzleteket, különböző ajándékokat, majdnem azt mondom, hogy így vadászunk és rohanunk, és tudom, én is mindig beszélgettem azt a családommal, testvéremmel, vagy nekem egy bátyám van, hogy egyáltalán vegyünk, kinek vegyünk, csak a gyerekeknek, hogy ne legyen az, én őszintén szóval azt nem szerettem már jó pár éve, ezt beszéltem a családommal is, hogy kicsit úgy túl pörögjük ezt a karácsonyi ajándékozást, ki milyen értékben, mennyire jól, mennyire csak egy olyan mondva csinált ajándék, vagy hasznos ajándék, milyen értékekben adunk, akkor ennek meg lesz az arányosítás, hogy amit én adtam az másiknak, az is hasonló. Szóval, hogy én erre mondtam azt, annak idején már jó pár éve is édesanyámnak, hogy csak a gyerekeknek vegyünk karácsonyi ajándékot, és egymásnak az legyen az ajándék, hogy együtt vagyunk. Na most itt a mostani 2020-as évünk ebben a legnagyobb
feladat, legnagyobb nehézség nekünk, hogy ugye nem lehetünk együtt. Nekem is konkrétan tudom azt, hogy bátyám még külföldön élnek, két kis gyerkőccel a család, és nem fognak hazajönni, ez már tény a mostani karácsonyra miatt, a járványhelyzet miatt. Tehát, hogy egyrészt azt gondolom, hogy ennek ellenére lesz vásárlás, fognak menni az emberek. Talán félelemmel mennek, mert ott is ott vagyunk közösségben, zárt helyen, fertőzés, stb. Félelme. De én azt gondolom, ha megyünk, akkor, mint ahogy korábban is ezt képviseltem, akkor úgy vásároljunk, ajándékozzunk, de ne felejtsük el azért a karácsonynak, ennek az ünnepnek az üzenetét, a lényegét. Tehát ne az legyen, hogy letudom, mert sokszor az emberek ezt le akarják tudni, a jó értelemben letudni, hogy jaj, akkor mindenkinek mindent megvettem, megvan az étel, megvan a fa, megvan az ünnepi körítés, de nem biztos, hogy megvan az ünnepi lelki állapot. Én erre mondom azt, akár a korábbi, akár a mostani helyzetben is, hogy egyrészt ugye online vásárolhatnak az emberek, ahogy te is mondtad, házilag elkészített aranyos kedvességeket is lehet csinálni. Nekem például párom azt megsúgta, hogy nekem egy olyan naptárt szeretne készíteni, ahol a közös képeink vannak a jövő évről, és akkor ennek a kedvessége mellett ugyanakkor az is fontos, hogy egy picit igenis próbáljunk rákészülni, lelassulni. Erről szól ugye az advent, ugye múlt vasárnap elkezdődött az adventi időszak is, hogy egyrészt ugye ebben a keresztény kultúrában a egyházi jelentés, a Krisztus az Úrnak a várása, de ennek az ünnepnek is a rákészülése. És erre szoktam azt a kis példázatomat mondani, ami nem keresztény kultúrkör, hanem egy írónő, egy amerikai írónő írta le egy könyvében, a Vitt hírét az igazaknak című könyvben, hogy ausztrál benszülött törzsel volt együtt egy jó pár hónapig, vagy talán egy évig is, és járta velük a pusztaságot. Ez egy nomád törzs, akik még az eredeti természeti népek szintjén teljesen távol a civilizációtól éltek. És amikor ők a legeltető nomád közösségként nagy területeket bejártak, hogy új legelőket keressenek meg, az új legelő előtt több heti gyaloglást út követőleg az egész törzs élén a spirituális vezetővel megállt a terület szélén, és 20-30 percig nézték a területet, ahova be fognak lépni, de még nem léptek be. Mert utána se szó, se beszél az egész törzs, bement, felverte a sátra, egy tüzet gyújtott, stb. És este a tűznél megkérdezte ez az amerikai orvosnő, aki velük tartott, hogy mi volt az a 20-30 perces megállás a terület szélén. És akkor mondta a spirituális vezető, hogy megvártuk, hogy utolérje minket a lelkünk. Picit én azt gondolom, hogy ezt kellene itt követnünk advent kapcsán, de ha nem is egyházi vonalon, csak magunk a lelki beállítódási vonalon, az, hogy lassuljunk le, a járvány miatt talán kevesebbet is szaladgáljunk idézőjelbe a ajándékokért, maximum akkor rendeljünk inkább online felületen, és legyünk minél többet azokkal szeretteinkkel, akik egyébként is egy háztartásban vagyunk, vagy kapcsolódjunk azokkal a szeretteinkkel, akik kicsit távolabb vannak, vagy féltünk mondjuk az idősebbeket, nagyszülőket attól, hogy fertőzés vagy valamilyen veszélyt jelent a kapcsolódás velük, a fizikai kapcsolatot értem ez alatt. Tehát, hogy egy kicsit készüljünk rá erre az adventi időszakra úgy, hogy lelkileg. És ha munkánkban is kevesebbet vállalhatunk, ami nem szerencsés, tudom, mert abból élünk, amit keresünk a munkánkban, de akkor fordítsuk erre. És a félelmeink helyett, mármint a járványal kapcsolatos félelmeink helyett, és mellett, inkább így mondom, hogy mellett, figyeljünk arra, hogy tényleg mik a napi kis feladatok és rákészülési lehetőségek erre az ünnepre, ami azért mindannyiunk számára nagyon fontos, azt gondolom. Veszek magamnak egy karácsonyi ajándékot, hogyha elmondod még egyszer, hogy mi volt ennek a könyvnek a címe és ki a szerzője, mert ez az egy mondat, megvárom, mi volt. Vitt hírét az igazaknak, ez a címe a könyvnek, és azt hiszem, hogy... Tehát Vitt hírét az igazaknak. Vitt hírék az igazaknak, igen, most hirtelen nem jut eszembe a szerző neve, egy amerikai orvosnő, aki elment, mondom, az ausztrál benszülött közösséghez, és velük élt egy fél évig, de úgy, hogy teljesen ebben a nomád körülményi helyzetben. És nagyon érdekes, nagyon mélyen szántó. Hát már ez az egy mondat, hogy megvárom, míg utolér a lelkünk. Utolér a lelkünk, igen. Hát ezen gondolkozunk is egy kicsit, jó, Gábor? Géci Gábor pszichológussal beszélgetek, és a karácsonyi időszakról beszélgetünk tehát Gáborral. Bár volt néhány hónapunk megtapasztalni, hogy milyen
milyen az, amikor nem tud egy nagyobb család rendszeresen találkozni, főleg, hogyha több korosztály, nyilván a több korosztály van benne, és ez lesz az első olyan karácsony, ami nem igazán lesz teljes. A mi családunkban az volt a szokás, hogy szentesteit azt együtt töltötte a család, aztán jött még anyósom, és akkor itt volt szilveszter, most nem jön. És nem mi vagyunk az egyetlenek, aki hasonlóképpen van. Ez valami nagyon-nagyon kemény lesz, én azt gondolom. És erre már gyúrni kell, hogy hogyan lehet ezt megoldani. Igen, egy nagyon, nagyon nehéz, nagyon komoly alkalmazkodást igényel szerintem is ez a mostani karácsony. Te is mondtad, hogy a testvéred most nem tud ellátogatni. Így van. Én is nagyon gondolkozom, például ez is még el nem döntött tény, hogy a szüleim, akik azért itt élnek a városban, hogy ővelük hogy találkozok, mint találkozok, mint hogy az elmúlt időszakban megint csak kint találkoztunk, nem mentünk zárt térbe, hanem az erkélyen beszélgettünk, kávéztunk, tehát hogy nyilván egyre hidegebb van, tehát egyre kevésbé kellemes ez a kinti beszélgetés, meg hát azt gondolom a karácsony melege, fényei, amit az emberi családi közösségben, a szobában átélhet, azt nagyon nehéz, vagy nagyon, nagyon emberpróbáló megoldani, úgyhogy ez pont nincs meg ez a kontaktus. Most képzelj, nagyit, aki tényleg élete karácsonyi ebédjét főzi hosszú évek óta, és az most nem sütheti meg, nem főzheti meg. Igen, tehát azt gondolom, hogy ebben se te, se én, se talán a többség nem tudja azt mondani, mi a egyértelmű jó tanás, mi az, amit lehet, vagy nem lehet. Mert nyilván a kontaktus, az zárt tér, az együttlevésnek a szépsége, szeretetteljes jellege mellett ott van a veszélye. Főleg az időseinket, idős szüleinket, szeretteinket féltjük. Eleve igen, ahogy te is mondtad, egy kicsit erre rá kell gyúrni, rá kell készülni, hogy akkor ez most online bejelentkezést fog jelenteni. A nagyit lehet, hogy ha ő nem tud online bejelentkezni, akkor telefonon fogom felhívni, kihangosítom, és akkor ott többen belebeszélnek, akik egy közösségben vannak, együtt laknak, együtt élnek. Nekünk is például tudom, mert én ugye református felekezetű vagyok, nekünk is az, hogy például elmenjünk egy templomi karácsonyi szentestei templomi alkalomra, az esélytelen ebben a jelen helyzetben, de, és itt megint jön egy vesző, hogy lehet az ember alkalmazkodó, és hogyan tudja ezt megint csak feladatként tekinteni ezt a helyzetet, de hál' Istennek van már online lehetőségünk is bekapcsolni a különböző templomi alkalmakba, és valószínűleg én is azt látom, hogy ennek lesz most egy új helyzete, divatja, nem tudom, hogy melyik a jó szó erre, hogy így engedek be olyan dolgokat, ami eddig része volt nekem is a családi tradícióimnak. Az a legfontosabb szerintem, megint csak egy gondolat itt a járvány kapcsán, a járványnak a lelki kezelése kapcsán, hogy igenis most tudatosítsuk azt, hogy együtt kell élnünk ezzel a helyzettel, együtt kell élnünk ezzel a félelemmel, bizonytalansággal, de ezt mindig úgy tekintsem, hogy igen, ez körülvesz minket, mint egy külső burok, de azon belül figyeljek arra, ami fontos, ami érték, ami feladat nekem. Amíg nem az ünnepi időszakban vagyunk, de még nem az ünnepről beszélünk, akkor a munkám, a családommal, akár a hétvégi dolgaimmal, sporttal kapcsolatos dolgaimat, arra az adott dologra koncentráljak, arra figyeljek. És tudatosítsam, hogy a nap minden órájában, percében elő fog jönni megint a kétely, a félelem, hogy ja igen, de mi lesz. Meg hát nyilván tudjuk, beszéltünk erről is, hogy a média azért eléggé erősen nyomatja nekünk ezeket a sajnos vagy nem sajnos negatív hangulatú történeteket, ezeket is kevesebbet kell hallgatnunk, kevesebbet. Oda kell figyelnem félszemmel, tudnom kell, hogy mi történik, szabályozások, stb., de nem e szerint kell rendeznem a napi dolgaimat, hanem ez csak egy burok, ez egy keret, amin belül tudok alkalmazkodni az új helyzethez, és azt mondhatom, hogy akkor most nem templomba megyek, hanem online hallgatok templomot, nem ülhet össze az egész nagy család, hanem összekötöm a családot online vagy telefonos rendszerrel, és én magam is, visszatérve az előző gondolathoz, én magam is egy picit magamban is akkor elcsendesedek, nem kifele tekintek. És még egyszer az elcsendesedés, amit mondtam, ez azért is fontos, mert megint csak nem azt mondom, hogy a hiány történet, hogy tél és ősz és ez az egész járvány, hanem befele számvetés, ezáltal önmagammal egy mélyebb belső önmagammal kapcsolódás, belső valódi hitemmel is, ez most felekezeti történet nélkül mondom ezt a hitet, ezt a belső erőt, és ezáltal ott van az is, hogy ha ezzel jól kapcsolódok ezzel a belső önmagammal, akkor az a
gondolati, érzelmi, testi, lelki jó együttállásból ugye megvan az az immunitási erőm is. Tehát magamnak is megadom azt a plusz erőt ezzel az egész elcsendesedéssel, ami testi, lelki harmóniát létrehoz, és ezáltal még egyszer az immunitásomat is előrébb mozdítja, hogy ne kapjak el, vagy nehezebben kapjam el ezeket a fertőzéseket például. Tehát ezek így összefüggnek, és egy ilyen mondjuk így összefüggés láncolatban érdemes tekinteni. Amennyire szükséges a léleknek, annyira szükséges a testnek is ez az együttállás. Géci Gábor pszichológus a vendégem, és még az jutott eszembe, itt főleg ugye a karácsonyi időszakról, Szentestéről beszélgettünk a családról, és ez nem is kérdés lesz, hanem inkább egy kis hangosan gondolkodás. Van egy időszak, amit viccesen szoktuk megoldani, hogy na lement a karácsony, aztán már nem tudott a család egymással mit kezdeni. Erre is lehet úgymond gyúrni, hogy ezt hogy vészelje át az ember, aztán nem is beszélve a szilveszterről, ami a vidámság, stb. Hát a szilveszter se tudjuk még, hogy milyen lesz. És még egy generációról szeretnék beszélni, mondjuk a 10-20 évesekről, akikről kevés szó esik. És hát tudom, hogy nagyon sok olyan ismerősöm van, aki például a karácsony ajándékként a 10 éves fiának, lányának mondjuk tankcsapdajegyet vesz, vagy különféle koncertjegyeket. Megszokhattuk, hogy hatalmas koncertek, bulik vannak a két ünnep között. Ez most nyilvánvalóan nem lesz, tehát maga ez a várakozás, hogy persze szép lesz a karácsony, de utána még várok valami lehetőséget. És azért azt gondolom, hogy tehát a fiataloknak is nagyon nehéz ezt feldolgozni. Igen, én abban tapasztalom ezt, hogy ugye most én is átálltam az online munkám mellett, ugye az irodában is fogadtam a Debrecen és környéki klienseimet, és most átálltam én is a járvány alatt legalábbis januárig, de lehet, hogy egészen februárig arra, hogy a környékbelieket is online fogadom, és csak online dolgozunk, egymás megvédése úgymond óvása céljából. És csak azért mondom ezt, mert ott nekem is van most például egy-két ilyen 10 éves vagy 20 éves fiatal hölgy vagy úr, akivel dolgozok, sportpszichológia vagy krízis tanácsadás akármilyen szinten, és ugye náluk is feljön az, hogy most akkor online tanulás, online oktatás, barátokkal találkozás. Én például most dolgozok egy kis fiatal hölgyel, aki sportoló, tornász, és ő mondta, hogy ő is jól kezeli ezt a dolgot, meg nagyon jól tud figyelni, strukturálni az idejét. Nyilván a sportolóknak megvan az a előnye, hogy megtanulják a versenysport által, az edzés, a tanulás, a rekreáció, hétvégén a versenyek, stb. De például ugye most versenyek sincsenek, és hogy ez ugyanok, ugyan ez nem a várakozás, de hogy maga az eddigi rendszer is ebben is felborult. Én azt gondolom, hogy igen, nekik is nehéz, nekik is kifejezetten nehéz az, hogy az a kortárs közeg, ami fontos és értékes, az nekik, megoldják ők persze, mert összetalálkoznak, úgymond bandáznak ők, ahogy tudnak, de lassan nincs hova menni, lassan a nagy hidegben nem mindenki szeret mondjuk a hölgyeket, ha tekintjük egy városban, a téren sétálni, vagy tehát én nem, még nem állt át az agyam, valakivel inni akartam egy kávét, aztán rejtünk, hol és mikor, igen, milyen módon, vagy elvitt erre, és akkor közben sétálsz egyet. Konkrét példát tudok mondani, én is múlt hétvégén a két legjobb barátommal itt a Nagyerdőn egy nagyon jó túráztunk, és ott beszélgettünk egy ilyen tisztás közepén is. Tényleg jó volt, tényleg szuper volt, hál' Istennek jó időt is fogtunk ki, de azért már az a 3-4-5 fokba való beszélgetés azért úgy fizikailag is a hideg maga úgymond leszívja az ember. Tehát, hogy igen, ebben is végtelenül kemény az, hogy amit ezt a helyzetet hogyan tudok hozzá alkalmazkodni, és nincs rá egy bizonyos bölcselet vagy hozzáállás, amit követnem kell. Itt én se tudom azt mondani, mi az, ami egyértelműen használ és jó, de engedni kell nyilván azért a fiatalokat is, hogy legalább kint összejöjjenek, találkozzanak, beszélgessenek. Online felületben ők nagyon benne vannak, tehát kvázi a vérükben van ez a kapcsolódás, de azért az se legyen egy kizárólagos kapcsolódás, hiszen az online felület az nem egy valódi mély kapcsolódás, ott nincs jelen a másiknak a teste, a mimikája, a gesztusa és a többi, tehát nem kap annyi információt úgymond az idegrendszerünk a másikról, nincs ez az a mélyebb kapcsolódás, egy felszíni kapcsolódás van a másik oldala, ami jobb, mint a semmi, egyértelmű, meg most nekünk ezért egy nagy előny, hogy egy modern világunkban tudunk jól kapcsolni, de az nem lehet pótolni, tehát valamilyen szinten, most így mondjuk a szülőknek üzenve ezt, engedjük, hogy nyilván jöjjenek, menjenek, megfelelő óvintézkedéseket kérve tőlük, hogy tartsák be, és akkor
remélhetően nem hoznak a családba, a közösségbe be semmilyen vírusfertőzést, de muszáj nekik is azt megélniük, hogy azért csak 10-20 évesek, és nem lehetnek mindig szülőkkel, nem lehetnek mindig az online oktató felületeken, hanem kell az, hogy kimozduljanak, kell az, hogy ezt az új rendszerben valahogy megtalálják a kiskapukat. Most nem arra értem, hogy hogyan hágjunk át szabályokat, hanem arra értem, hogy hogyan éljük meg egy kicsit ezt a szociális életünket is ebben a helyzetben. Gábor, maradt még egy szűk másfél percünk. Köztudott, hogy az online térben rendszeresen ott vagy, új videókat is tettél. Kicsit beszéljünk arról, hogy mi olvasható a honlapodon. Igen, én most a Lélekör Facebook oldalamon teszek ki egy-egy újabb videót, amiben egyébként a vírussal kapcsolatban is, vagy most van ez az Útközben című sorozatom, amiben nagyon szívesen fogadok nem csak a követőim, hanem ha esetleg valaki olvas rólam a honlapomon, vagy bárhol kérdéseket, tehát hogyha tesznek fel nekem kérdéseket, akár ott a videó alatt a hozzászólásokban, akár a lelektanács.gg@gmail.com-os e-mail címen, akkor ide is írhatnak a kedves érdeklődők, és akkor én ezeket összegyűjtöm a kérdéseket, és egy ilyen rövid videó bejegyzésben válaszolok rájuk, ez az Útközben című sorozatom, illetve január vége februárban tervezek most egy újabb kis videót, kis filmet, ami meg majd a Lélekör YouTube csatornámon lesz fent, február közepére várhatóan, és ebben is egy picit egy ilyen életmód tanácsadás, szemléletformálás, és ennek a önismereti lépéseit fogom bemutatni. Sok munka lesz benne, és remélem, hogy szívesen fogják fogadni egyrészt a követőim, a ismerősök, de másrészt nyilván azok is, akik még esetleg nem találkoztak eddig a videóimmal, anyagaimmal, bejegyzéseimmel, úgyhogy ezen dolgozok, én is folyamatosan dolgozok, nyilván én is online pszichológus minőségemben. Én sok klienssel vagyok most napi kapcsolatban, még az ünnepekig folyamatosan, és remélem, hogy ezeket az anyagokat ők is úgy fogadják, hogy hasznos tanácsadás és hasznos útmutató lehet a számukra. Gábor, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen, egy hónap múlva ismét szeretettel válok. Köszönöm szépen, és mindenkinek jó karácsonyvárást, meg adventi időszakot, illetve hogy még egyszer, hogy készítsük fel a lelkünket erre az ünnepi időszakra, ezt kívánom most mindenkinek. Géci Gábor pszichológus volt a vendégem. Szia! Szia, köszönöm!